Elnézést, elnézést, csak azt szeretném megkérdezni, hogy ez milyen fából készült? Ez milyen fából készült ez a lovaskocsi? Mennünk kell nagyon, mert a hivatalban van délbe jelenésünk, sietnünk kell, nincs idő ilyesmire. Jó, van, de csak tényleg meg szeretném kérni gyorsan, hogy ez a, úgy veszem észre, ez dörgyből, törgyfából készült ez a lovaskocsi? Nincs idő ilyen maraságokra, nekünk menni kell, nekünk sietni kell. Hát nem hiszem el, hogy ilyen emberek léteznek még ezeken a kolóniákon. Na mindegy, mindegy, mindegy. Hát a sietni kell, de mi nem sietünk sehova sem. Mi ez? Az itt nem hirtelen. Norbi, most már ne játsszál. Menjél dolgozni. Ja nem, nem ez csak ilyen autószív. Viszont én nagy boldogságban, meg mindenben köszöntelek titeket. Sziasztok, Géta Norbi vagyok, a Red Dead Redemption 2 végigjátszásunk következő részében jelentkeznék veletek. Megmentsük Johnt, ebben a részben most már tuti. De viszont még itt van egy ilyen kérdőjel, valaki itt még adna nekünk küldetést. Ezt még azért megnézem, átöltöztünk minden. Még nem ettettem meg a ma reggel a lovamat, egyébként nem tudom mennyire látszik, kicsit el van borulva, hogy már azért növekedik a szakáll, meg minden. De még hála jó Istennek közel sincs vége ennek a játéknak, nem tudom mikor kerül majd legközelebb borotva a kezembe. Fogalm sincs, de ezt a Twisted Sistert köszöntjük. Ugye nekik már gondolom már csináltunk küldetést, csak ugye akkor a szerzetesnek csináltuk a küldetést, most meg itt a tapácának kell, nem? Hát most sajnálja, hogy nem ő szerepelt a Apáca Show nevezető filmben, mint ugye hát Guppy Goldberg elvette tőle a szerepet. Egyébként olyan izomlázom van, na mindegy. Azt mondja, szörnyű dolgokat csinált. Na lehet, hogy lefeküdt valakivel, nem? És apácának adja ki magát. Hát ez elég szörnyű dolog. Hát amúgy ezeknek se lehet valami nagyon nagy életük. Ezeknek apácának tényleg így soha életükben nem szexelhetnek. Hát, komolyan mondom, a szívem sajdul most bele ebbe az egész dolgokba. Isten és ember, és az emberek is istenek, vagy valami ilyesmi. Az istenek a fejükre estek, mindjárt vagy valaki a repülőgéből kidob egy üdítős vagy kólás üveget, aztán fejbe talál minket. Nem tudom, reméljük nem a egyháznak kell pénzt gyűjtenünk, mert azért ilyenekben nem vagyok benne. És oda van írva, hogy donét. Hát ez már nagyon... Aha. Csilingel már. Mint a bimbó tehén. Vagy melyik. Hát kaját vagy pénzt donétáljunk. Lehet a pénzt izére költik, nem borra. Na mindegy, pénzt donételek. $1895 maradt. Hát 1899 vagyunk, szóval majdnem egyezik a kettő számérték. És akkor egy kis kaját is, mit tudja, egy kis sajtot, azt nagyon szeretem, de magának adok egy kis sajtot, hogyha... SAJTOT! Na, nem akar sajtot. De, még itt lehet valamit csinálni. Jött még mindig csak üdvözölni lehet. Ja, nem lehet más se. Na jó, van, ezért kaptunk egy aranyost. Na jó, nagyon aranyos volt a játék részéről. Hó! És akkor most már tényleg, most már John Marston legyen itt a... A szemünk előtt a cél, meg ilyesmi. De viszont, meg akarom mutatni a szegény, drága, egyetlen egy hozzá és Leninek a sírját. Ezt nem felejtsük el. You, stop, you, you, love, don't scare me. Nem érdekes. Én vagyok a GTA Norby. Na. Ho, ho, ho! Isten, ezek a szűk utcák, hát már komolyan mondom már. Attól félek amúgy, hogy lehet, hogy valami olyat indítok el ezzel a küldetéssel, hogy már nem tudom megcsinálni majd a többi olyan küldetést,
amit mondjuk a polgármesterre se tudok elmenni. Nem biztos még, ezt erősen kétlem, de hogyha esetleg mégis így alakulna, akkor ne, akkor sajnálom, hogy én ebben a végigjátszásban ezeket a küldetéseket nem tudtam megmutatni nektek. De ne szaladjunk szerintem ennyire erőre. Erőre. Előre szerintem. Vagy lehet nem jó felé jövünk amúgy. Valahol itt kell lenni, azt hiszem a síroknak. Mi nagy kubai számüzetésben voltunk, itt volt a temetkezés valahol. Majd itt lemegyünk. Átvágunk, itt vagyunk a gémes család portáján, gémes család éppen veti a kukoricát. Na. Igen. Szerintem jó helyen vagyok. Már csak ilyen kereszteket kéne nekem találni. Mindenkinek megvan a saját keresztje, maga keresztje. De én még nem találtam meg. Közben már a városban voltunk, akkor szerintem doktorhoz is menni kellett volna, de valami gyógyszert kiváltani, recept, de ez is, ezt is elfelejtettem. Jó van, így fog a rész izé telni. Egyébként, ha nem tudtátok volna. De hogy azt higgyétek, hogy valami érdemlegeset fogok csinálni ebben a részben, mert nem. Lehet arrébb kéne? Várjunk már. Álljon meg a nászmenet! Álljon meg a nászmenet. Nem tudom. Itt lenne? Valahol itt. Úgy néztem a videóban. Vagy úgy láttam, nem néztem, mert mi vagyok én. Itt van hozzá. Aligátor. Köntösben. Nem, biztos nem itt temetkeztek a aligátorok, ne. Nem, majd a mocsárba eltemették őket, nem? Adjuk meg. Ahogy megyünk be a városba. Úgy kellett lenni a sírnak is. Lenni. Hi, muevetejá, move. Aha. Biztos örülnek amúgy, hogy itt le taposunk mindent. Én is örülök, mikor Matyi kiskutyám így összetapossa elültetendő borsót, meg ilyesmi. Na mindegy. Nem mondok le. Nem mondok le természetesen erről, hogy megmutassam nektek, de sajnos jelentős bajban vagyok, szóval most nem tudom megmutatni nektek. Tényleg nem tudom, hol van. Pedig olyan egyszerű helyen volt. De biztos nem ide temetkeztek? Hey! Na. Majd biztos ide. Nem, majd a víz alá tették őket. Komolyan mondom, olyan hülye helyen járkángatok, hogy ez már nekem fáj. Esetleg még megpróbáljuk azt, hogy biztos, hogy ezen a részen volt. Most már teljesen meg vagyok zavarodva. Ezt még megnézzük, ezt a helyet. Aztán megyünk most már. Ennyi. Mert a végén még igazuk lesz az embereknek, hogy ez csak egy lovagló szimulátor, hát csak lovagolok egész videóban. Lehet, hogy beletemették őket a kukoricásba. Jó, azért ne gúnyolódjunk ezeken, jó? Hát... Most már még ködöl is. Annyit se látom, mint eddig. Fasza. Nagyon very cool. Nagyon very potatoes. Aha, itt mi van? Itt mi van? Látjál, ilyen kis templomot is építettünk hozzának és Leninek. Tuti szar helyen vagyok amúgy, de ha már itt vagyunk, mi ez a hupikék, törpikékes templom amúgy? Itt kik jöttek be amúgy? Azt a kurva, még kereszt is van. Ami a szar. Amúgy nem tudom mi ez a kis mini templom. Ez ilyen, hát tudjátok, a kópnál is van ilyen mini ABC kóp, itt is a templomoknál is van ilyen mini templom. Hát biztos ilyen kis növési embereknek van, hát honnan tudjam. Egy valamit még megnézek, aztán most már tényleg hagyom, mert látom, hogy nem megy. Ami nem megy, az nem kell erőltetni.
még esetleg ide nézünk már el. Aztán ígérem, hogy ha nem lesz meg, akkor is majd megkeressük azokat a sírokat. Majd a következő, vagy valamelyik részben, jó? Na. Csak titeket csak akarok ezzel szekálni, hogy itten járkálgatok össze-vissza. Amúgy meg kéne lennie valahol. Halló, sziasztok, sziasztok. Csak nem ilyen szar helyen amúgy. Mi van itt, hallod? Ide mennék izével, strandpapucsba, úgy elsüllyednék, ahogy csak lehet. Valahova itt kéne nézni, itt nagyon, itt a közelben kéne nézni. Valahol azt tudom, hogy a Saint Denisnek a határában, de én úgy emlékeztem, hogy ennek a határában, de hogyha a másik oldalon, akkor meg csesszessük. Lehet a másik oldalon egyébként. Itt valahol, nem? Lehet itt temették el őket. Na mindegy, majd megnézem videóba. Menjünk Johnhoz, míg a végén még őt is eltemettessük. Annyira lassú vagyok, várjunk már, nehogy jöjjön itt a vonat. Aztán ilyen dalmat a kis lovamat majd így el, lapos lesz. Na mindegy, közben hogy nézzük már meg, hogy jó van. A fegyverémet azokat beolajoztattam, minden játszott. Ott már mi a kín, ott már mi a rosszabb. Nem tudom. Tehát éppen buliznak a szurikáták. Az jutott eszembe. Légy azon nyomban essé szerelembe. Háj, na, náj, na, náj, na, 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 náj. És akkor szedi már, szerintem ott lesz valahol. Valahun. Magyarítás. Az mi volt? Azt hittem, hogy egy turista. Na! Erre kíváncsi ezek. Szép kis flamingófok, mert minden. Hellóztok, sziasztok. Pisz, pisz. Az ki? Ó, itt van a Johnnak a felesége is. Nem jössz velünk, Abigail, azt mondják. Hát azért többiek is segíthetnének. Mindig, csak mi segítünk. Komolyan emiatt Johnnak szerintem ilyen egy évig szerintem takaríthassa nálunk a lakást. Mondjuk nincs is lakásunk, szóval. Na, visszahozzuk az uradat. Visszahozzuk az uradat, ne aggódjál. Aztán lehet, a kis Jack nem is fog örülni neki. Apa, mit keresel itt? Mit keresel itt? Menjél már vissza a börtönbe! Nem, amúgy biztos örülni fog neki. Na ugye, megint az ültetvényeken dolgoznak elvileg a prisonersek. Prisoner. Freddy-től. Jó, nem beszélgetünk most. Na. Amúgy az jó ötlet, hogy a szigeten van a börtön, amúgy, mert a szökés egy sokkal nehezebb, mint alapból. A szúnyog, a picsáv, véres lett az arcom. Börtön, imitátoros. Bassza meg! Hol a lovam? Hát már sehol sincs a lovam. A picsába! Ó, Szedi, hallottam, megint elfelejtett a fegyvert hozni. Jó fegyvert. Még kettő. Nézd már, kettő puska van nálam. Ó, tisztogatás által, most már arra is rájöttem, kettő is lehet nálunk. Jó van, jó. Ilyen 81. részben így rájöttem. Jó van. Tirin, 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 tirin. Jó, mondjuk itt a tömeges hogy bemegyünk 8-an, még ilyesmi, az itt annyira nem járja. Itt Ninja Style, Ninja Style-ba kell mennünk. Igen. Amúgy szegény őr, amúgy jó kitették amúgy ezt a őrtornyot ide a semmi közepébe. Ha pisilnie kell, vagy kakálni, akkor mit csinál? Mit csinál? Hol? Hol? Hát mondjuk itt van hely. Szépen óvatosan. Most lehet éppen arról papol, vagy arról azon gondolkodik, hogy mit kéne enni estére. Jó kis zsíros szalonnát, vagy töpörtyűt. De most már semmit sem fogsz enni estére. Itt van egy fegyver.
Hát nézzük már, mert milyen. Hát, ha jó. Look for John. Pillanat, csak megnézem, hogy milyen fegyver. A sniper. Sniper. Jó, megnézzük akkor itt a nagy... Várjál már. Hú, hát erre szerintem jó lenne köpni egyet, mert... ott van valahol a John. Please, John, please come home. I need your love and the kid. Jack. Oh, di-di-di-di-di-di-di. Szerintem ezt a két ölt ki tudjuk iktatni, nem? Meg tudjuk ezt csinálni. Csak mivel kell zoomolni? Zoom, zoom, zoom. Zoom, zoom. Na. Arthur, mi van? Ega? Ega. Jó, a többiek. Jó, mehetünk, mehetünk. Szeri, gyorsan, hozzad John-t. Wait, shit, I don't think that was John. Mi? Mi? Nincs a John. Istenem. Na, megyünk majd az izébe. Személyzetre azután, mert nem látunk már. Azért jó lenne Szeri, hogyha itt lenne mondjuk egy, mit tudjam én, ha ló nincs szamár is jó, itt jó lenne, hogy két pár szamár lenne, azt mennénk. Jó, azt Szeri, tudom, hogy te gyors vagy, mert körülbelül eszel olyan, mit tudjam én, háromszor egy kis izét. Mit tudom, mit eszik, kenyeret, azt jó laksz, de azért én nehezebb vagyok, testesebb. Ja, nem dolgozik ma, az ki a jó isten. Hoppá, nézd mi van a hátad mögött. Pók. Hol van John Marston? Jó van, de akkor hol van? Na, elment Hawaii-ra, hogy mi van? Na, menjünk akkor. Bring your head off, tiri-ni-ni. Hello? Hello? Jobb, hogyha nem csinál semmit, jó van? Most már te is egy túsz vagy, vagy nem tudom mi vagy, vagy egy túz. Ok. Hoppá. Meglegyintette a ujjával a izét, a levegőt. Szedi, aztán meghalt az ő. I'm sorry, ma'am. Hát, én nem így. Én nem így mennék be, szerintem. Már a picsa se tudja. Azért 250 ellen azért nem annyira jó arány. De mindegy. Hát a Szedi az, komolyan mondom, ez még... Hát azért Bart Spencer megirigyelni Szedinek ezt a képességét. Kicsit gyorsabb is lehetne menni, vagy olyasmi, hogy nem fognánk, hanem előre menne, aztán így, mint a izé, román elrablásánál a Lost and Damnedben, vagy nem tudom. Majd lesz itt elrablás! Tudtam, hogy hátra fog nézni Szedi. Hát azt hiszed, hogy olyan gyorsan tudom menni, nézd már meg ezt, köszönöm, bicebóusza, még a deszkát is visszük. About this fool? 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 Fool hülye vagyok. Tegyétek le a fegyvert! Aha, tegyétek le a fegyvert. Itt van nálunk ez a nagy harcos. Ez a ifjú Winnetou. Megöljük, hogyha úgy van. Hát figyeljetek, azért ilyen Amerika történelmében azért kevés ilyen van szerintem, hogy ilyeneket csinálnak. Ez az asszony, ez 10 férfinál is tökösebb. Mi van, nem tudsz számolni? Arthur, micsoda? Mi a fasz? Na, és mi van?
leszarják a őrnek a sorsát, hogy mi? Ó, itt van John. A csere. Így is van. Jó, mondom úgy, hogy fogunk elmenekülni. Hát, ezt az embert igen, csak kirúgják, az tuti. Na már lőnek. A kurva anyukat. És lelőhetném azt az embert, de nem bántom. Mert tudsz számolni. Hát, én nem engedtem volna még el az embert. Amíg ki nem jutunk erről az islandről. Katrina Island. Na menjünk. Oké, let's go. Gyerünk John! Gyerünk John! Meg tudjuk ezt csinálni. Keményebbek vagyunk, mint ezek a börtönőrök. Van meg. Azért csak jönnek. Nem adják fel. Nem adom fel, míg egy darabban látsz. Azért kellene dobni egy dinamitot nekik. Aztán már nem látnánk őket egy darabban. You're telling me? Hú, de sokan vagyunk. Hú, de sokan vagyunk már megint. Már megint. Így lehet elkapni könnyen én a fertőzést. Na hát akkor... Hello! Fiókat! Tütüke! Jó, megvan. Snipert. Snipert elő. Gyerünk John. Arthur. Mindkettő. Én Szedinek. Én Szedit is irányítanám szívesen. Let's go. Ez mit ültettek amúgy ide? Ez tisztán közmunkás. Ez a... börtön amúgy. Úgy érzem. Azt a kurva. Hoppá! Hát majdnem. Let's go. Jó, valamit eltaláltam. Ó, ez leesett. Leesett a vetve. Jaj. Jaj. Várjad már meg engem is. Csak úgy kapom a golyókat. Hallod? Mint valami pornószínésznő. Még megállt a ló. Milyen rendes ló. Ez szép volt így. Júj, de sokan vagyunk már megint. Hello, szia, hello, hogy vagy? Én vagyok az Mickey Mouse, hello! Na, bassza meg. Egyre szarabbul érzem magam. Nem csodálkozom. Na, mindent teszünk, megrágjuk még a dohányt is. Mint papám. A bassz meg Holden Muffet, azt hiszed olyan könnyű. Hú, de sokan vagyunk már megint. Come on, Arthur. Minden mit csináljunk, tiszta izé. Walking Dead, komolyan már mondom. Nekem is csak két kezem van. Na. Oké, menjek. Még én menjek vissza Szedi azért Johnhoz. Még én. Aki minden megcsinál. Fekete fene. Te nem jössz velünk. Te tengeri beteg vagy, nem tudtad? Na. Csak lő még mindig valaki? Lehet a toronyból, nem? Vagy itt vagyok már. Gyorsan. Na, a végén még mi maradunk itt? Na, ez az. Nem én evezek. Beteg ember vagyok, nem én vezetek. Vagy nem én evezek. Látom, ott jönnek. Hát jobb, hogyha azt a lovat izére cseréled bálnára, mert nem tudsz átjönni a vizem. Megint kaptam. You are dead, amigos. Menj már. Danny Wok. Lumbago. Na. Kifogyott a vizem. Majdnem.
Hát, John, örökké adósom vagy szerintem körülbelül, mert még ilyen vagány ember, mint én, meg a Sadie nincs. Örökké adósod. Adóssa vagy nekünk. Na menjetek, menjetek haza. I should lucky la, who the more I know, I in a sin and the wind and I come after. Ja, mi is megyünk haza. Mi történt Saint Denisbe? A Bigel jól van? Ő jól van. Jack is jól van. Várjál most, John, mit tud, mit nem tud? Megint Hoseáról beszélünk, igen. Igen, ennyi év után olyan volt, mint a családtag. És elvesztettük Lennyt is. Na, ezt nem tudta. És mi van a pénzzel? Hát... annak is kakós csikom. Hát van ott van óceán, majd közösen kitanulunk egy búvár tanfolyamot, mert mindezt majd megkeresik a pénzt a víz alatt. És akkor egy szigetre kerültünk. Jön a vonat! Kubában. Kubában voltunk. Hosszú, ami nem rövid. De nem volt annyira jó vakáció, John. Ha te mondod. És akkor most egy ilyen izébe, ilyen barlangban. Rejtőzködünk barlang mellett. A Providentet elküldtem. Mert az az ember már annyira idegesített. Szegény embereken próbál meggazdagodni. A kurva anyját. Eladtam véletlenül a lovaimat, az összeset. Most már csak Hopia van, azt hiszem. Meg Lucky. Akkor nem az összeset. Hát közben... hibát hibára halmozunk. Minden oké, és amúgy John. Minden oké, és élünk még. Ja, közben TBC-s vagyok. Csak hogy... a poént lenelőjem. Ahogy... nem azért, de Johnnak milyen jó, így fogja izé... a derekát Sadie-nek. Én egy így fognám, de mindegy. Na... az igen, mit ártott neked az a szegény fa? Vagy bokor, vagy cserje, vagy mi az? Hogy fognak már örülni Johnnak? Ezt meg kiorrak. Nem, amúgy biztos örülni fognak neki. Mi van? Mi van? Dutch nem örül. Ja, gondolom, hogy ide hozzuk az izét, a hídat. Kurva. Örüljél már, hogy itt van John! Na. Majd megyünk, majd költözünk, na. Na, már megint tárva van. Na, hát. Mi van Johnnal? A testvérem vagy. A fiam vagy. Fel akarták akasztani. És most talán mindannyiunkat fel fognak akasztani. Hát nem nagyon örül, a Dutch John hazatérésének. Egyébként már ilyen sepphelyes arcú lett a John. Biztos akkor, mikor elején ilyen balesete volt, amikor alig gyógyult fel. Hogy mindig ezt a szarvaslásuk, mi ez volt a wall exünk, vagy milyen, komolyan ez a, mindig ezt a szarvast kell néznem. Mi van, Arthur? Jól vagy?
Hello, Mary. Hello, miles away. Thinking of, Elgondolkodtam, elkezdtem gondolkodtam. Dutch said to tell you he and Mike have gone to Annisburg. Mennek Annisburgba, Something along Mike meg the Dutch. És akkor gondolom velük találkozunk. Köszönöm, Mary be. Köszönöm. Na. Azt a kurva, már itt köröznek minket. Hát igen. Hát igen, börtön. Majd nem lesz itt börtön. Majd izé leviszem a bantit valahogy. Na, Michael itt ad nekünk küldetést, és még adott valaki másról is küldetést, ahogy láttam. Ú, mennyi mellék mission van, ez mi? Hát, most nem. Szerintem ez a fél lábú ember. Arra vagyok kíváncsi, hogy ez mi. Márker, azt látom. Tisztában vagyok, hogy az egy márker. Na. Oké. Akkor. Mit olvasunk, mit olvasunk? Ez volt a nagy beszélgetés? Arthur, ti. És akkor ennyi. Ez igen. Na. Hogy nézem már meg ezt a szakállat, mert ez már valami borzadály, hogy elnézem. Hagy legyen, hagy legyen. Most növesszük. Még nem is annyira nagy. Abigail, na majd most majd, izé. In the jungle, na who the jungle, majd megy itt a nagy kufircolás. Na, örülsz, hogy édesapád itthon van? Na most meg izé, a Straussról beszél, hogy elment. Ennyi. Ennyi. Biztos örül. Ezt soha nem tudjuk meg. Na jó van, szerintem akkor legyen vége a mai résznek. Nagy mosogatások mennek itt. Téged is már kicsit megtisztogatlak már. Én ilyen tisztogató vagyok. Támogatta Norbit a célit, Bang. Így van. Na kíváncsi vagyok, hogy így most, hogy itt köröznek minket, mennyire lesz így veszélyes. Itt a nagy cuccolásgatok, itt a járkálgatások. Szerintem elég veszélyes lesz. Hát... Na tartsatok velem legközelebb is, és meglássuk, hogy mennyire veszélyes ez az egész dolog. Sziasztok, és köszönöm, hogyha megnyomtátok azt a kibaszott lájkot. Köszönöm. Sziasztok.